Jó estét, sziasztok! Szép estét! Sziasztok, sziasztok! Az életem nem vidám, édes ízek keserű, ritka vendég a derű. Azt mondta az én anyám, ez a hely az én hazám. Ide jöttem világra, remélem nem hiába. Tiszta szívem szomorú, miért kell ez a háború? Miért nem élünk csendesen, békében szégyentelen? Csalhatatlan nem vagyok, mondom, amit mondhatok. Nem vagyok se rossz, se jó, országos városlakó. Itt van az én otthonom, becsülettel dolgozom, amit tudok, megteszem, mégsem jó az életem. Hely, tulipán, tulipán, ez a hely az én hazám. Ide jöttem világra, remélem nem hiába. Szép jó estét kívánok! Kon Zsuzsa, Hely Tulipán, Tulipán című dalával. És akkor bele is vágunk közepibe. Telep ugye megemlítém, Németországban egy orvos kiállt, és határozott jellemérő adott tanúbizonyságot, és elmondta, hogy ő nem csak a 90 millió németért, hanem az emberiségért is felelős, és felszólította az egészségügyi dolgozókat bojkotra, ugyanis kötelezni akarták őket, azt hiszem április 15-ével a vakcinával. Ez Németország, Bajorország, és láss csodát, most kapaszkodjatok meg, Bajorország miniszterelnöke, illetve elnöke a mai nap bejelentette, hogy levették, hogy az egészségügyi dolgozók kötelező oltáson vegyenek részt. Megszüntették az eljárás saját hatáskörbe, függetlenül, hogy Németország mit szeretne. Ez Bajorország ugye egy különálló ország, de egybe van Németországgal, ezt nagyon kevesen tudjátok. És így Bajorország megmenekült a kötelező vakcináktól. Ezt mondtam nektek, hogy ha ellenállunk, ugye ellenállunk, akkor van remény. Ugye hát nálunk is megvolt az ellenállás. Július 31-én ugye kimentünk a Hősök terére, hogy kifejezzük szolidaritásunkat az egészségügyi dolgozóknak, akik ugye fricskát mutattak nekünk, ugye fricskát mutattak. Mert ő nekik jó ez a rendszer, ők el vannak, mert pénz van dögibe. Az egészség az nem számít, ugye? Az egészség nem számít.
És akkor most meg sírnak Rénak, hogy hát föl kell venni a harmadikat. Hát, gyerekek, ki kellett volna állni. Erről beszéltünk, biztattunk benneteket, mi megmutattuk magunkat. Július 31-én a Hősök terén, amikor ugye a általatok képviselt, vagy benneteket képviselt szakszervezet ott elmocskolt bennünket. De hát ez van, ez van. Ellen kellett volna állni most már. Eső után köpönyeg, ugye? Mind a Postinor tabletta, vagy az after party, ugye? Hát most már azt is tudom, hogy mit jelent az after party, ugye? Hogyan az, mint a Postinor, tehát nincsen közte különbség. Mindegyik utáni, esemény utáni. Ilyenkor már gyerekek, nincs mit tenni, már kettő bennetek van, most már az a harmadik, már ugyan már elfér. Föl kellett volna állni. Voltak, akik fölálltak, voltak olyan nővérek, akik fölálltak, és már az elsőt se vették föl. És néhány héttel ezelőtt az egyik barátom, akit ismertek, az találkozott a volt kollega nőivel, és még köszönni sem akartak az oltatlan nővérnek. Az oltott nővérek. Na. Zimbabwe kisasszony videói nem érdekelnek, tehát nem süllyedünk le, senkinek az élő videói nem érdekelnek, tehát nem foglalkozok senkinek az élő videójával, Zimbabwe kisasszonynak meg amúgy ölének is szerencsétlenek a maga baja. Hát ugye a helyiség névről kapta a nevét, ugye, utána kell nézni, hogy miért, aztán meg kell nézni, hogy mit jelent a mögötte az I betű, és akkor rögtön rájöttök, hogy melyik kaszhoz, mert ugye nekem keresztnevem van, Bertalan. Nem ez a keresztnevem, de keresztneves. Három keresztnevem van, Bertalan, Attila, László. Tehát nem budapesti Jóska vagyok, vagy pápai Milán, ugye? Nem tudom, hogy léteznek-e ilyen nevek, semmi gondom az úri emberekkel, de meg kell nézni, hogy melyik kaszthoz tartozik. Hogy kazári vagy nem kazári, az engem semmi közön nincsen, tehát a Zimbabwe kisasszony videóit messze kerüljétek el, mert le vagyok nála tiltva, ugye ennyire nemes jellem, a többi meg nem érdekel, már a többit megválaszoltam, hogy a Zimbabwe kisasszonynak üzenem, hogy 168 órát vagy lemaradva húsom. 168 órát, mert erről már volt szó, úgyhogy amit te itt megosztottál, az legyen így. Na kérem! Örömmel értesítek mindenkit. Örömmel. Hogy Brody művész úr nem tud jelen lenni a rendezvényünkön, mert egy másik rendezvényen lesz, de mind szóba, mind írásba, kitartásra biztat bennünket, és hozzájárult, hogy a dalait jogdíj nélkül felhasználhassuk a rendezvényen. Nem polgárháborút indítunk el, ezt a gyengébe kedvére akarom mondani, hogy vannak ilyen gyenge elméjűek, hanem a rendezvényünkön felhasználhatjuk Brody művész úrnak a dalait jogdíj nélkül, hozzájárult a menedzsmentje is, írásba is, szóba is, úgyhogy minden tiszteletünk, hogy már a dalaival is képviseli magát. Hogy aztán valamikor későbbiek folyamán a 72 órában vagy a 3 napban csatlakozik-e, azt nem tudom megmondani, nem ígérte meg, de szombaton, illetve vasárnap elfoglaltságra hivatkozott, mert gondolom be van táblázva, úgyhogy és föl fogjuk használni a dalait, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Aztán már több levelet is kaptam tőletek, és azért látom, hogy itt egy országos megmozdulás lesz, hisz egyre többen szerveződtök, egyre nagyobb számba írjátok, hogy és örömmel, hogy már nem heten jövünk, hanem 21-en, és talán 24 óra alatt kinyit nagyon sok ember tudata, főleg ugye a alaptörvény módosítása, főleg ez a bírságolási tétel, ez kinyitotta megint a bicskát a zsebetekbe. Hát ezt így is kell, gyerekek, mert ha utána nézzünk a valóságnak, akkor rájövünk arra, hogy mi a helyzet, hogy ki kit szolgál, vagy ki kit nem szolgál, hogy eszközök vagyunk a politikusok kezébe. Na de soha nem láttam még olyan szerveződést, mint amit most ezen a héten, illetve az elmúlt egy hétben, mióta bejelentettük, sőt, most már lassan két hete, hogy bejelentettük, tehát soha nem láttam még ekkora mozgolódást az országba. Én tudom azt, hogy mindenkinek a hócipőjét megtehet már a hosszú évek alatt. Én tudom, hogy elindulni a legnehezebb, elindulni. Ettől függetlenül én az élő után belemegyek egy konferencia beszélgetésbe, ahol meghívott vagyok,
azt már fülesre vezetés közben fogom megcsinálni, mert valakik meghívtak, valakik kíváncsiak a koncepciónkra, több vezető, több csoportvezető fogott össze immár mellettünk, hogy támogassanak, hogy eszmét cseréljünk. Ezek olyan emberek, akik most csatlakoztak az elmúlt 24 órában hozzánk csoportok, és nem tudtunk velük napközben beszélni, mert én is elfoglalt voltam, illetve hazajöttem, lepakoltam, és már úton vagyok vissza Németországba. Még Magyarországon vagyok, de úton vagyok vissza Németországba, mert hát ugye szombaton nagy nap lesz, szombaton. Bízok benne, hogy történelmi nap lesz, vagy legalábbis én most azt érzem. Úgyhogy az élő után nem 9 órára beszéltük meg a találkozót itt interneten, és akkor egyeztetünk álláspontot. Azokra az emberekre, akikkel már nem foglalkozok, azokkal méltán nem foglalkozok. Tehát látom azt, hogy ki kell mondani a nevet. Pozs doktor Tamás doktor, Tamási doktornak a nyilatkozatai szintén kivágták a biztosítékot. Nem baj, nem baj, tehát elmondtam már nektek ezerszer, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem érdeke a rendszerváltás, vannak ilyen emberek, akiknek nem érdekük a rendszerváltás, viszont nem kell velük foglalkozni, tehát én most is azt mondom, nem kell velük foglalkozni. Fölösleges, nekünk megvan a saját dolgunk, mi arra koncentráljunk, nem kell nekünk belefolyni olyan dolgokba, ami nem a mi dolgunk, nem kell, fölösleges, ők csinálják a saját dolgokat, mi csináljuk a másik dolgát, aztán meglátjuk, nem vagyok elkeseredve. Tehát az, amikor olyan helyekről kerestek meg, ami számomra eldugott, és tényleg meg kell néznem a térképen, hogy hol is van ez a település, és látom, hogy Borsodban egy elszegényedett faluról beszélünk, ami a semmiből föl tud állítani 53 embert, gyerekek, és szerzett magának 3 darab kis buszt, mert egy helyi vállalkozó viszont ezzel segíti őket. Gyerekek, akkor azt mondom, hogy bizakodok. Tehát én bizakodok. És most azt látom, hogy ti is bizakodtok. Tudjátok, ezernyi próbálkozás volt már, ugye őseink tudtak nyilazni, akár a lovon hátrafele is tudtak nyilazni, és a magyarok nyilaitó ments meg uram minket tartották ugye tőlünk nyugatabbra, illetve az egész világ rettegett tőlünk, hogyha 2 évente a Attila vezette haderő portyázni indult, akkor mindenki félt, hogy merre indulnak el, mert nem tudták megmondani, merre jönnek. Annyira rettegtek tőlünk. Most egy eltunyult nemzet vagyunk, akit megfosztottak önrendelkezésétől, megfosztottak a hitétől, megfosztottak történelmétől, megfosztottak az emberi mi voltjától, és most kezdünk el eszmélni, hogy kik is vagyunk valójában, és most nem a történelemre gondolok, hanem gyakorlatilag az emberségünkbe is meg vagyunk fosztva, és most kezdünk el ébredezni, hogy rabszolgatartó társadalom tagjai lettünk, és bennünket nyomtak le először embereket, nem magyarokat, hanem itt az egész világra. Ez jellemzi az egész világot, hogy mindenkit elnyomnak, a politikus az az Isten, aki nem szolgál benneteket, nem szolgál bennünket, viszont most kezdünk öntudatra ébredni, és ez hatalmas remény számomra, mert látom azt, hogy olyan emberek írnak, akik nagyon-nagyon csöndben voltak, akik nem a csoportunk tagjai, és most látom azt, hogy figyelem a szűrt üzeneteket is, ugye, mert aki nem ismerősöm, azért oda dobja be, és mint ahogy látjátok, már nem tudok ismerőst elfogadni, talán most már egyik profilon sem, mert mind a kettőnél megtehetetek. Majd az adbést aktiválom, és akkor majd azt is megcsinálom úgy, hogy az rámutaljon. De higgyétek el, hogy van okunk reménykedni. Higgyétek el, hogy ez az egész, ez nem én miattam lett összehozva. Az a csapat, ami ott áll mellettem, az nem miattam van mellettem, hanem miattatok van mellettem. Azok pont a közösért, a közért dolgoznak. Pont a közért, az országért. Teszik a mindennapjaikat úgy, hogy a család rovására is megy,
mert el se tudjátok képzelni, hogy mennyi feladat van itt, el se tudjátok képzelni, hogy mennyi munka van még itt előttünk, hisz azért egy olyan programot kell összeállítani szombatra, ami készen van, ahol ugye nem unatkoztok, nem lesz unott, nem lesznek nagy beszédek, nem lesznek beszédek, és majd megértitek, hogy miért nem lesznek beszédek, mert ennek így lesz értelme, ahol arról szól, hogy az önrendelkezési jogunkat visszaszerezzük, ahol arról szól, hogy az alaptörvény közjog érvénytelenségét végre kimondjuk nagy nyilvánosság előtt, mert ezt még senki nem tette meg, mert mindenki még csak az internetnek a sötét bugyrában meri mondani, nagy nyilvánosság előtt senki nem meri mondani, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelen. Ugye már egyszer-kétszer kimondtam, de hát néhány ember előtt sajnos, de nem volt meg az a tudatos rendszerváltó tömeg, akire én mindig vártam, és én most úgy érzem, hogy most meg lesz ez a rendszerváltó tömeg. És igen, eljött az az új nemzedék, akire vártunk, eljött az az új nemzedék, életkortól függetlenül, aki ezt az országot kiképes rántani a kátyúból. És tudjátok, én hiába leszek kint, ha ti nem lesztek kint, de csak együtt tudunk menetelni. Együtt. A jobb láb után kell a bal láb. A bal láb után újra a jobb láb. Így fogunk együtt menni. Így. Közösen kell, hogy kirángassuk ezt az országot. Én egyedül nem tudom kirángatni ezt az országot. És ugye a magyarok nyilaitó ments meg uram minket tartották tőlünk, hogy az elmúlt 10-15 évben próbálkoztunk mi a nyilakkal, csak egyetlen volt a probléma, hogy nem tudtuk rendesen fölhúzni, nem tudtuk rendesen megfeszíteni, hogy az célt érjen, és minél jobban feszíted a nyilat, az a nyílveszi annál távolabbra fog menni, annál nagyobb vadat fogsz vele leteríteni, és nekünk a legnagyobb vad az nem az önrendelkezési jogunk első körben, hanem a legnagyobb vad az alaptörvény közjogi érvénytelensége. És most megcéloztuk, most már célba vettük. Most már csak arra várunk, hogy tömegként azt a nyílveszőt kilőjük, és ledöntsük azt a rendszert, ami az alaptörvényre épül. Mert ez az első lépésünk. Ha ez megvan, akkor megvan az önrendelkezési jogunk. Akkor újra szabadok vagyunk, emberként élhetünk. De ez csak azon múlik, hogy ott lesz a tömeg. Azon múlik, hogy te hajlandó vagy-e tenni a saját családodért. Hogy te hajlandó vagy-e tenni a saját gyerekedért, a saját országodért. Hogy hajlandó vagy-e végre fölállni, és nem elfogadni az alamizsnát, nem azt mondani, hogy ne, nekem most jó, nem jó. Néhány hétig a választások után kivasalnak mindenkit. Nem véletlenül van ez az osztogatás. 118 milliárdot vettünk föl most a kínaiaktól, vagy japánoktól, mit tudom én, honnan vettünk föl. 118 milliárdot. Az megint velünk fogják kifizettetni az ő dőzsölésüket. És ők, ha buknak a választáson, akkor nevetnek rajtatok. Kinevetnek, teljesen mindegy, melyik oldal, kinevet benneteket. És ráadásul egy olyan adósság spirálba rakott be, ahonnan nem tudunk kimászni. A végóráit éli ez az ország. A végóráit. Nehogy azt higgyétek, hogy lesz még olyan rendezvény, amire ki fogunk tudni menni. Nehogy azt higgyétek. Ezt nem véletlenül szerveztük. Nem véletlenül teszünk bele mindent. Nem véletlenül próbálunk ébreszteni. Nem véletlenül vagyok itt veletek minden este, egy-két kivételtől eltekintve. De ezt csak közösen tudjuk megállítani szombaton délbe. 2-3-5 ezer emberre nem fogjuk tudni megállítani. És viszont akkor keserves lesz az ébredés, mert 15 évig nem mehetünk ki önrendelkezési jogért. És akkor mit fogunk csinálni? Hol megyünk? Egyénileg nem fogjuk túlélni. Ezt vagy együtt éljük túl, vagy nem éljük túl. Én a kezemet nyújtom felétek. Csak rajtad múlik, hogy megfogod, és jössz mellettem testvérként, vagy elutasítod és mind elveszünk. És nem lesz, akinek sírja.
És nem értem, miért kell félni. Nincs mitől félni. Nincs mitől félni. Nem fogunk neki menni a rendőrnek, nem fogjuk őket elverni, nem fogjuk lefegyverezni, nem fogunk bemenni a parlamentbe, mi nem fogunk ilyen dolgokat csinálni. Nincs mitől félni. A rendőr ott lesz melletted, mivel hogy be van jelentve, hogy neki pont téged kell védenie. Ezért ne legyen benned félelem. Ezért lett bejelentve, hogy benneteket védjen. Nem azért, mert ez a rendszert elismerem. A beadványokkal elismerném a rendszert. De a gyülekezési jog az a 89-es alkotmányban is benne volt. Éppen úgy volt büntető törvénykönyvünk, volt polgári törvénykönyvünk. Az, hogy most a legújabb jogszabályokat, amelyek rád nézve negatívak, azt mind-mind az alaptörvénnyel tudták életbe léptetni. Egy ellenzéki politikus nem láttam, aki azt mondta volna, hogy elvtársak, nagy baj van, nagy baj van, mert ha Orbi bácsi elvágja a renovét Brüsszelbe, és büntetést kell fizetni, akkor veletek fizetetik ki, holott tudnak erről a törvényről, tudnak az alaptörvény módosításáról, mégis mindegyik lapít, mégis mindegyik. Most találkoztam olyan táblákkal, mi vagyunk az egyetlenek, akik a mentelmi jogot el akarjuk venni, tényleg? Nem is járna a mentelmi jog nektek, gyerekek. Nem is járna, hibáztál, le vagy rángatva. Megkaptad a büntetésedet, azt ennyi. Nincs mentelmi jog. Nem ti vagytok az egyetlenek. És elmondtam, a párt árt, megoszt bennünket ideológiára, bőrszínre, fajra, mindenre. Nincs értelme ezekbe gondolkodni. Nincs értelme. Vannak olyan emberek, akik bennem az ellenséget látják. Hát nem is érdekel. Nem engem kell követni, hanem az eszmét kell követni. Elmondtam ezerszer. Jézus se jött be mindenkinek, én mit akarjak? Nem érdekelnek. Őneki nincsen baja. Őneki csak velem van baja. Amúgy minden fasza minden jó. Őneki minden fasza minden jó. Nem jó, gyerekek. Itt nem a Covid ellen kell menni. Nem ezekről szól már a dolog, hanem az emberi jogainkról, a büszkeségünkről, a méltóságunkról. Erről kell, hogy szóljon az élet, hogy emelt fővel végigmehessél nem is szolgaként, megalázva. Harminc perccel az adás előtt kaptam egy képet, csak az ellenállást próbálom nektek elmondani. Hogy középiskolában egy fiú nekiállt focizni, majd elesett és felszakadt a feje. Na kapaszkodjatok meg, és mihogy nem volt rajta maszk, fegyelmit adott neki az igazató. Focizás közben nem volt rajta maszk, és fegyelmit adott az igazató. Na az anyuka, az visszavonatta a fegyelmit, mert kinyitotta a száját. Ellen kell állni. Erről beszélek. Példát kell mutatni az embereknek. Most egy fél órával, órával ezelőtt bent voltam egy benzinkutom, nem egyedül voltam bent egy benzinkutom, egy nagyon kedves ismerősömmel ittunk egy cappuccinót Pesten, a Bécsi úton, illetve egy hotdogot ettünk, bementünk maszk nélkül, nem kiabáltak, egy szót nem szóltak, képzeljétek el. Egy szót nem szóltak. A kislányon a pult mögött volt maszk, a fiú nem volt maszk, egy szót nem szóltak hozzánk. Nem kiabáltak, hogy maszkot föl, kis a szolgáljuk magukat. Nem. És a szólaltak. Elfogadták, hogy mi ilyenek vagyunk. Persze többieken ott körülöttünk volt maszk, de rajtunk nem. Ez így működik, gyerekek. Ez így működik. És akkor mondok még egy pici negatívumot is. A tegnapi videómat megosztottátok rengetegen. Nem volt 24 óra, és 42 ezeren néztétek. 42 ezer emberhez jutott el, szem 13 óráig. Majd néhány perccel később, miután kilettek fényképezve a számok, visszaesett 19 ezerre. Majd visszaesett 1800-ra. Úgy, hogy 2200-an néztétek, vagy 2300-an néztétek este. Így nyúlnak bele a számokba. Így próbálják azt mutatni, hogy hát ez, nem. Ez mindig rajtatok múlik. Ahányan vagytok, most 2210, 2280,
ahányan vagytok, ha annyian megosszátok, pillanatok alatt elkerül egy országban, lefeditek az országot. Pillanatok alatt. Ez csak rajtatok múlik. Rajtatok múlik, hogy valóságos tömeget akartok, vagy csak ilyen virtuális tömeget akartok. Rajtatok múlik. Az, és ez nem rajtam múlik, nem az eszmé, nem csak az eszmém múlik, hogy eljutunk-e az ország valamennyi szegmensébe, és megmeritek osztani, és oda mertek állni, hogy igen, én ezen a véleményem vagyok, és kitartok a véleményem mellett. Nem megbúvok, hogy senki ne tudja meg, ha kitartok a véleményem mellett. Éppen úgy, mint ahogy én kitartok. Én nem félek. Hát nincs mitől félnem. Hát mitől kéne félnem? Ez a mi országunk. Ezt csak együtt tudjuk visszafoglalni. Veletek együtt. Hiába próbálok én bármit tenni, ha te nem vagy ott mellettem. De erősítésképpen mindenkinek azt mondom, csak olvassátok el Attila csatáit, portyázásait, abból merítsetek erőt. Ki van éhezve az ország a sikerre. És ha ma 9 órakor az jön, amire én nagyon-nagyon bízok, hogy egy olyan csoport áll mellénk, aki nem állt oda sehova se eddigi élete alatt, és aki idának mellénk, annak egy országos üzenete lesz. És én pont ezért dolgozok, hogy az összejöjjön, hogy annak legyen üzenete. És kérdeztétek a P-kört. A P-kör két felé szakadt. A P-kör egyik fele itt lesz, a másik fele tudatosan próbál mindenkit lejáratni. Mindenkit. Akik lepróbálnak járatni mindenkit, azoknak minden fasz a minden jó. Ők nem akarnak változást. Elmondtam. Azt nézzétek meg, kinek nem érdeke a rendszerváltás. Mert mi tudjuk, hogy mi mit akarunk. Nekünk érdekünk lenne. Azt nézzétek meg, kinek nem érdeke, ki beszél a rendszerváltás ellen. Ő a hatalom embere. Ki kell nyíltan mondani, nincsenek már szavak. Ki kell mondani mindent. Nem szabad félrevezetni azokat a megtévedt embereket, akik még nem éberek. Akik megtévedtek, és nem tudják. Akinek érdeke a rendszerváltás, az a nemzetér országért dolgozik. Akinek nem érdeke, azt a hatalom fizeti, ide küldi, hogy szétverje azt az egységet, amit mi kőkemény munkával fölépítünk. Azt nézzétek meg, kinek nem érdeke, és kinek érdeke. Kik azok az emberek, akik azt reklámozzák a Facebookon, hogy ide kell jönni, és kik azok, akik azt mondják, hogy nem kell ide jönni. Na, velük nem kell foglalkozni. Velük nem kell foglalkozni. Ilyen egyszerű. És megoldottátok, és ők magukra maradnak, mert nincsen támogatásuk, nincsen nézettségük. Ezt kell végre megérteni. Ezt kell végre megérteni. Hogy vagy összeállunk egymás mellé, egy cél, egy akarat, aztán végigcsináljuk. Itt nem a rend a lényeg. Megkérdezel egy embert, hogy akarsz-e rendet, azt se tudja, miről beszélsz. Megkérdezed egy embert, hogy akarsz-e egy jobb világba élni? Jobb világba élni? Abban a pillanatban válasz az, hogy igen. Ma megpróbáltam. Én is. Mind a két variát. És rögtön azt mondták, hogy igen. Mindenki azt mondta, hogy igen. Imre kint van. A hír az igaz, nem internetezhet, kiengedték. Nem most a héten, hanem szombaton elmúlt egy hete. Hazavitték, lábbilincs van rajta. Hogy aztán most ugye az ügyészség újra fellebbezett, én nem mondok egyenlően semmit. Nem internetezhet, nem lehet vele fizikális kontaktust. Ez lejött az újságba is, a médiába is létesíteni. Ettől függetlenül Imre nevében mégis kiment egy poszt. Tündike nem bírt magával, mert a Tündikét is a hatalom küldte. Tündikét is, a hatalom küldte, és őnek egy a lényeg, hogy mindenkibe az ellenség képet fölébressze, mindegy az, hogy igaz vagy nem igaz, de őnek ez a zavarkeltés a lényege. Őt ezért küldte a hatalom. Ő is a hatalom embere. Hogy aztán a píkörösök mikor vetik ki magukból? Néhány hét. Aztán rájönnek, hogy ki is az a Tündike. Már majd utána néznek a Tündikének, és akkor majd rájönnek. Nem kell messzire menni a internet sötét bugyraiba, hogy ő mondta. Nem kell messzire menni.
Én meg nem posztolok róla. Meg nem posztolok ilyen emberekről. Nem érdekelnek. Mert a hatalom emberei. Egy a céljuk, hogy megosszanak benneteket, és ezt a katyvaszt fönntartsák. És teljesen mindegy, hogy 100.000 forintot kap érte, vagy 1 millió forintot kap érte, vagy kedélyjavítót kap érte, nem számít. Mindegyik a hatalmat szolgálja. Ha tetszik, ha nem. Ezt jobb, ha tőlem tudjátok. És nézzétek meg. Nézzétek meg. Nézzétek meg. Vannak megyei csoportjaink. Mert itt látom azt, hogy minden nap kerestek autókat. Rendszerváltók, alkotmányos ellenállás. És utána az a megye, ahova tartozó. Tehát rendszerváltók, alkotmányos ellenállás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Győr megye. Így keressétek meg. Ott vannak szabad autók, szabad helyek, szabad posztok. És akkor meglátjátok. És meg lehet tölteni. Meg lehet tölteni még 50-100 autót. Annál többen leszünk. A mai nagy tervem nem jött össze, az csak azért nem jött össze, mert nem voltam Magyarországon. Holnap sem leszek Magyarországon, de holnap a saját csapatom megint kitalált valamit. Pont az én tervem miatt. És hát, ha a holnapi terv az már összejön, akkor mindent elmondok, mindent meg fogtok érteni, és akkor megint talán sikerül egy másik réteget is begyújtani. Aki azt se tudja, hogy kik vagyunk. Akik azt se tudják, hogy kik vagyunk. De nem is ez a lényeg. Nem is ez a lényeg. Szombatig nagyon-nagyon sok ember megtudja, hogy kik vagyunk. Nagyon sok ember meg fogja tudni, hogy mi miért vagyunk. És mondom, este 9 óra után elválik, és az mindenkinek meglepetés lesz. Este 9 óra után elválik, hogy az, amire mindenki vár, akire egy ország vár, a sikerre, a dicsőségre, nem a személyes dicsőségre, nem, hogy büszkén állja ott, hogy te ott voltál, az ma 9 órakor el fog válni, hogy az a 20-30 ember a virtuális asztaltól úgy tud fölállni, hogy egységet mutat, és egy célt akar, és nem beadványokhoz szaladgál, nem Áderhoz szaladgál, nem a Orbánhoz szaladgál, mert ezekkel nekünk nincs dolgunk. Még egyszer is elmondom, nincs dolgunk. Felesleges. Erre még energiát is felesleges pazarni. Tiszta felesleges. És az a drága idő, amit ilyenek butaságokra pazarlunk-e, azt éppen az ország építéstől veszük el. Éppen. És ez a lényeg. Jelen pillanat nekünk az országot fel kell építeni. Közösen. Egyedül nem tudok rendszert váltani. 2000 emberre nem tudok rendszert váltani. 100.000 emberre csak egy folyamatot tudunk elindítani. De 500.000 emberre miénk újra a haza. A haza. Ez a hon. És visszafoglaltuk. És onnantól kezdve már nem kell mitől félni. Nem kell mitől félni. És bízok benne. Bízok benne, hogy vasárnapot nem 100.000 ember lesz már. Hanem vasárnap már 500.000 ember lesz. Hétfőn meg több millió. És nem veszik fel a munkát. De ez az kell. Az kell, hogy szombaton az otthon ülők, akik még gyengék, azok azt lássák, hogy ott a tudatos tömeg. És ők is a részesei akarnak lenni. Ez nem rajtam múlik. Ez rajtatok múlik. Azon múlik, menjen osszátok meg a videót. Azon múlik, hogy menjen fogtok fölállni szombaton. Azon múlik, hogy tudunk-e egy óriási tábort mutatni az élő videók alatt, ahol az ember ott akar lenni már az első perctől, és nem érdekli azt, hogy Nyíregyházáról kell elindulni, vagy Pécsről, vagy Balcsról kell elindulni, de ott akar lenni. Mert akkor már ott akar lenni. És nem azzal foglalkozik, hogy te milyen eszmét vallasz, ő már ott akar lenni, és ő már rendszert akar váltani. És mondhat az összes többi élő videós azt, amit akar, hogyha nem az jön neki élő videóba le, amit látott nálunk, akkor bárki bármit mondhat, ő velünk fog lenni. Velünk. És hallottam ennél még jobb hírt is, egyelőre még nem osztom meg, de már egy másik csoport fölhívott, hogy az szombaton minden elválik. Szombaton minden elválik. Az is elválik, hogy te, aki azt írod, hogy ott leszek, ott leszel-e. Minden el fog válni. Minden el fog válni. És mindig azt mondjátok, hogy mert Ausztriában is kim volt a tömeg. Igen.
Németországban is ki volt. Sőt, Németországban vizágyúztak is, képzeljétek el. Ja, tavaly januárban, februárban vizágyúztak is. 4 vizágyúval. A 2-t szarrá vertek, összetörték. Aztán 60 vagy 80 ezer euró volt. Nem is az a lényeg, mennyibe került a vizágyú. De szétverték. Akkor is kint maradtak a vizágyúzás ellenére. És miért nem értek el semmit se? Mert ők már akkor tudták, hogy a Covidot nem lehet lebontani. És ezt elmondtam. Nem tudjátok a Covidot önmagába lebontani. Mert ez egy globális program. Az egész Földön ez van, 8 országon kívül. Az egész Földön ez van, ez nem lehet. Nálunk joghézag van. Alkotmányos puccsot hajtottak végre, és nekünk a feladatunk az alkotmányos rend helyreállítása. A mi feladatunk. Nem csak jogunkba áll, hanem kötelességünk is helyreállítani az alkotmányos puccsot. Visszavenni a kizárólagos hatalmat a bitorlóktól. Vissza kell vennünk az önrendelkezés jogunkat, vissza kell vennünk az országunk irányítását, vissza kell vennünk az országunkat. És akkor menekül meg minden család. Függetlenül attól, hogy Fidesz szavazó, vagy másik tábor szavazó. Teljesen mindegy. Mert az is ebben az országban él. És csak így tudjuk, közösen, hogy odaálltok, egyikőtök a jobb láb, másikőtök a bal láb, azt indulunk. Vajdahunyadvár, szombat, 12 óra, nyitásra 30 ezer ember legyen. 2 órára legyen 50 ezer ember. Meglátjátok, olyan kombó indul el, amit már senki nem fog tudni megállítani az országba. Mert mindenki ott akar lenni. Mert mindenki azt fogja látni, hogy egy fegyelmezett tömeg van, nem oszlatnak, nem vízágyúznak, nem lövöldöznek a rendőrre. És annak mindenki a részese akar lenni. Elmondtam ezerszer erőszakkal. Mindenki próbálkozott erőszakkal. De békével még senki se. És ez a nagy szó. Ha nem adsz okot, nem fognak bántani. És mi nem adunk okot. Pont ez benne a lényeg. Pont ezért lett bejelentve. Kimehettünk volna, bejelentés nélkül is, állhattunk volna, mint a néma récék, meg se szólalhat. Ha megszólalok, elvisznek. Mert ez politika. Elmondtam, diktatúra van. Nézzétek meg a gyülekezési jogot. Politikai véleménynyilvánítás, 2 embernél, már eljárás. Erről beszélek folyamatosan. Miért nem néztek utána? Benne van. A rendeleti kormányzásban benne van. Ha mutatunk egy óriási egységet, ha azt mutatjuk, hogy szombaton délre ott van 30 ezer ember, 2 órára ott van még 50 ezer ember, tehát összesen 50 ezer ember, olyan egységet mutatsz, hogy mindenki ott akar lenni. Függetlenül attól, hogy ott volt-e október 23-án a békemeneten, vagy nem. És akkor múlt héten beszéltem valamelyik Telegram csoportban beszélgettem, kérdéseket lehetett fölrakni, és képzeljétek el, hogy egy 18 éves kisrác, nagy tiszteltem a szüleinek, óriási tisztelt, 18 éves kisrác, fiatalember, nevezzük így, adjuk meg a tiszteletet neki, jól el lehetett vele beszélgetni, elmondta a valós problémát, hogy ő a saját korosztályában mit tapasztal. Egy 18 éves fiatalember ott volt közöttünk, többen hallottátok. És jó volt, mert elmondta, rávilágított, hogy mi a probléma. És tudjátok, mi a probléma? Hogy nem beszélgettek a gyerekekkel, hogy nem mondjátok el neki. Hogy nem lettek megtanítva az alkotmányozás folyamatára, nem lettek megtanítva az alkotmányozás jogára. De nem azzal van a probléma, azzal van a probléma, hogy mi se lettünk megtanítva. És egy szélmalomharcot vívok 10 éve. 10 éve, mint Don Quixote. Egy szélmalomharcot, mert azt se tudja az ember, hogy miről beszélek. És már nem az a kérdés, hogy akarsz-e rendszert váltani. Mert persze, hogy akar, de nem tudja a fogalmat. Akarsz-e jobban élni, akarsz-e jobb világot? Jobb életet? Magadnak, családodnak. Ezt tegyétek föl magatoknak, ne a rendszerváltást. És még 10 000 embernek a szemét kinyitottuk, mert ő is jót akar. Meg ő is jobbat akar enni, ennél a posványnál. Amiben élünk 32 éve. A nagy nyitás óta. A pán-európai piknik, ugye? Amit megrendeztek. Hegyeshalmat meg Sopront kinyitották a keletnémeteknek. Persze, de miért nyitották ki? Nehogy azt higgyétek ám, hogy Hord Jussi bácsi, a pufajkás olyan bátor volt, hogy kimerte volna nyitni a határt. Nem. Gorbacsov megmondta, nyitni kék. Aztán nyitottunk. Ilyen volt az egyszerű. Ez volt.
Perestroika alapján meg lehetett lódulni. Lejárt a 70 év. Nézzétek meg Sárdinak az énekét. 70 év. 1920. Június 4. 1990. Június 4. Mondták, lehet nyitni. Június 4-e után. Össze is omlott Európa. Össze is omlott Európa. Szovjetunió, Jugoszlávia, Románia, Cseh és Szlovákia, mindössze Horvátország, mindössze omlott körülöttünk, mert lejárt a 70 év, az ultimátum. Csak hát nekik olyan vezetőink voltak, ugye, hogy hát mondták, hogy nekünk nem kell Bácska, Bánát, nekünk nem kell Kárpátalja. Ilyen vezetőink voltak, ilyen hitványak. Göncz Kinga volt ugye a külügyminiszterünk. Göncz Kinga, a patkány lánya, bezony, a nagy istennek titulált köztársasági elnöknek a lányáról beszélek. Bizony, ilyenek voltak. Ilyenek. Ilyeneket termeltünk ki magunkból. Nem mondjátok, hogy nekünk csak ilyenek jutnak, akik rajtatok élősködnek meg az ország vagyonán. Nem mondjátok nekem, hogy csak ilyenek vannak. Csak ezek közül kell választani. 4 évente. Nem mondjátok. Nem mondjátok. Hit. Magyar, legyen hited, s lészen országod. Remény. Meg szeretet. Ez a hármasság legyen a zászlónkra ráírva. Hit, remény, szeretet. Így kell kimenni szombaton, és meglátjátok. Meglátjátok, hogy a siker nem fog elmaradni. Meglátjátok. Meglátjátok. Próbálkoztunk mindennel. Próbálkoztunk mindennel. De még soha nem jött össze tömeg az alaptörvény közögi érvénytelensége miatt. Soha nem jött még össze a tömeg az alkotmányos rend helyreállításáért. Ez a kettős dolog, amivel felszámoljuk a diktatúrát. És abban a pillanatban rend van. Rend van. És kész. Aztán mehetünk haza. És ilyen egyszerű. Haza. A családjainkhoz. Azt elmondhatjuk büszke, hogy én ott voltam. Nekem is köszönhető ez a jó. Nem a Facebookon osztottam az észt. Nem az élő videókat nézegettem. Hanem részese voltam. Ennek a történelmi eseménynek. És nem érdekel, hogy melyik nagyunk volt áruló. De 1848. március 15-én Petőfi kiállt. Elmondta a nemzeti dalt. Segesvárnál még ott állt a harcba. Akkor miért volt áruló? Valaki magyarázza már nekem. Miért volt áruló? Ja, mert akiknek ők árulók, na ők a hatalom emberei. Jól figyeljetek. Akik Petőfit mocskolják, azok mind a hatalom emberei. Azok mind le akarnak nyomni az ő tudati szintjükre. Mert ők nem tudják, hogy mik a mindennapi hősök. Kik azok az emberek, akik hajlandóak voltak tenni az országért. Mert most ebben a nagy szabadságban, a virtuális térben boldog-boldogtalan élőzik. Boldog-boldogtalan. Ész nélkül, ahhoz nem kőész. Hogy trágáron beszéljünk, meg mocskoljuk a másikat. Ahhoz nem kell. Közben ő elvárja, hogy jobb élete legyen. Persze. Hát hogyne? Alanyi jogon? Hát akkor tegyél érte, kis barátod. Kapcsold ki a kamerát. 12-e szombat, 12 óra, Vajdahunyadvár. Ott a helyed. Na ott mutasd meg. Ott mutasd meg. Ott mutasd meg, hogy neked fontos az ország. Ott mutasd meg. Meg lehet mutatni. Nem beszélni kell róla, hanem tenni. Meg elindulni. Férfiak,
családapák. Milyen példát mutattok? A gyerekeiteknek. Hogy lesznek így példaképek? Álljatok föl! Azok mellé, az emberek mellé, akinek fontos a haza. Mert a haza védelemre szorul. Ha tetszik, ha nem. Ha tetszik, ha nem. Ilyen egyszerű. Fölállsz! És ott lesz ő mellettünk. És nem kell azzal foglalkozni, hogy ki kit járat le. Nem kell azzal foglalkozni, ki akart lebeszélni. Egy a lényeg. Ha te tudod, hogy miért jössz ki, akkor tőletek mondhat akárki, akármit, de akkor is ott leszel. Attól függetlenül, hogy ő napraforgót játszott. Attól függetlenül, hogy hülyét csinált. Hála Isten nem belőletek, hanem saját magából. És erre magatokról rájöttetek. És én ezért nem élőzök róluk. Mert saját magukból csináltak hülyét. Mert szint vallottak. Emlékeztek? Megmondtam, hogy minden vezető nyakán kötél van. Mit mondtam nektek? Ki fogja meghúzni? Hát ti húztátok meg. A saját követőtábora, aki hallotta az élő bejelentkezést, mind a kettőnek, itt van mellettünk. Egy óriási tábor. Mert rájöttek, hogy hoho, hát itt árulás van. Hoho, hát itt valami nem kóser. Hoho, hát nem ezt reklámozzák. Hoho, baj van. Hülyét csinálnak magukból. Rájöttek az emberek. Ezt mondtam. Halljen már. Ilyet már. Nem követsz? Akkor magára van. Hagyva. Persze. Kiállhat ő. Beszélhet ő szkíta, humballásról, meg erkölcsről, erkölcstelenül. Beszélhet. Már nem hallgatja meg senki. Saját magát írta le. És ezt mondtam. Jó, figyeljetek. Ki mit mond, és ki mit cselekszik. És ők magukra vették a kötelet. Ti meg megrántottátok. Ez volt a dolga. Szint vallott. Mert nem volt érdeke a rendszerváltás. Önnek egy volt a lényeg, hogy az élő videóban bent legyen és elhitethesse az emberekkel, amit az emberek hinni akartak. Ugyanazt játsszák, mint a politikusok. Ugyanazt játsszák. Ők azt mondják, amit hallani akartok. Velem ellentétbe. Mert én nem azt mondom. Én nem ezt mondom. Én soha nem azt mondtam, amit te hallani akarsz. Nem ígértem Kánaánt. Nem ígértem, mert a szabadságért igenis harcolni kell, küzdeni kell érte. De ha föl se állunk, akkor már vesztesek vagyunk. Akkor is veszthetünk. De eleve föl se állsz, akkor vesztes vagy. Vesztes. És én szemembe tudok nézni a gyerekeimnek. Mert én minden egyes rendezvényen, amire megígértem, hogy megyek, arra mindig ott voltam. Amire azt mondtam, hogy gyertek, azon ti is ott voltatok. Ilyen egyszerű. És hogyha nem is értettem mindenbe egyet, akkor is oda mentem. És nem csináltam a számból segget. Segget a számból nem csináltam, mert ha már egyszer azt ígértem, hogy megyek, akkor megyek. Ha meg azt ígértem, hogy nem megyek, akkor meg nem megyek. Ilyen egyszerű. És most ott kell állni mindenkinek. Nőnek, férfinak, gyereknek. Mindenkinek ott kell állni. Mert most jelen pillanat, az életünk a tét. Ha élni akarunk, akkor fölállunk, és kivívjuk a szabadságunkat. Puszta kézzel. Mert nem vagyunk fölnőve a hősiességre. Nem vagyunk fölnőve, hogy utolérjük Petőfit, utolérjük Nagy Imrét. Nem vagyunk hozzá fölnőve Attilához, meg aztán meg Budához, Mátyáshoz. Szeretném megérni a életem során, hogy még lesz egy olyan generáció, aki már azokra valamilyen szinten hasonlít. Nekünk nincs fegyverünk, nem tanultunk lőni, íjazni. De itt nekünk megvan a tudásunk. És mellettünk áll a jog. A jog. Csak ez kell. És ki fogjuk termelni azt a generációt, aki már hasonlítani fog egy Petőfire, egy Nagy Imrére,
egy Mátyásra, egy Attilára, egy Budára, Szent Lászlóra, aki minden lovagi tornát megnyert. Nem kell lóháton menni, meg kardozni, hanem az eszmét vigye tovább, akire föl lehet nézni. Ki kell, hogy termeljük. Nem király kell, nem nemesség kell, mert ebben az urambátyám viszonyban vagyunk. Nekünk ezekre nincs szükségünk. Nekünk egy normális élet kell. Olyan vezető, aki elhivatott az irányatokba, meg az országba, hanem úgy végzi a dolgát, lapát vele vele. Nekünk ez kell. Mert ez jelen pillanat egy következmények nélküli ország. Ha elfogadott, ha nem, ez akkor is így lesz. Változtatunk rajta? Hajlandó vagy tenni az országért? Hajlandó vagy tenni a családodért? Akkor ott leszel. Mert én ott leszek. Adjon az Isten fényeket, temető helyett életet. Bár kérni nekem nagy szégyen, hát adjon akkor is, ha nem kérek. Jó étvágyat a vacsorához. Bízok benne, hogy az esti 9-es egyeztetésem a szombatra meghozza a gyümölcsét. Bízok abba, hogy akik ott lesznek szombaton mellettem, azok büszkék lesznek arra, amit elértünk, vagy amit el fogunk érni. Bízok benne, hogy szombaton egy óriási tömeg lesz kint az utcán. Időjárástól függetlenül öltözzetek rétegesen, ruha legyen táskába. Hát az lesz a fontos. Holnap még erősebb videóval jövök. Már nem hoztam Orbán beszédet, elnézést, hiába ígértem meg, de időm nem volt rá. De van. Van. Ne foglalkozzatok azzal, hogy ki mit mond, mert tudjátok, már elmondtam, ezerszer elmondtam, gyerekek, hogy aki a hátam mögött mond véleményt, az pont jó helyen van ahhoz, hogy kinyalja a seggem, még ha ez vulgárisan hat is, nagyon sajnálom. Face to face, pacekba, odáll elém, ahhoz nincs bátorságod. Csak az interneten. Megy. Én meg úgy vagyok vele. Messziről jött ember, azt mond, amit akar. Nincs benne gerinc, nincs jelleme. Nem kell vele foglalkozni. Csak a feszültséget vezeti le. Mert kérdéseim vannak. Nekem is. Cucu, nekem is. Hidd el, hogy nekem is. Csak kicsit fontosabb dolgom van. Előbb a szabadságon kivívása, országon visszafoglalása. Már utána foglalkozok veled. Addig, ahova jöttél, hivatlan vendége meg a sarokba a helye, tartja a közmondás. Jó helyen vagy te ott a sarokba. Odaállítottam az összeset, nem foglalkozok vele, ne küldjetek ilyet, mert nem nézem meg. Ja, meg le vagyok tiltva. Utána meg írjátok, hogy láttam? Nem. Nem is vagyok rá kíváncsi. Hát ha én nem vagyok valamire kíváncsi, akkor nem nézem meg. Hát ha nem nézem meg, akkor olyan, mint ha nem is láttam volna, nem? Nem is hallottam róla. Azt, hogy ti elmondjátok, meg átkülditek. Mondtam, gyerekek, a medúza. Ha is agy nélkül létezik. Nem kell gondolkodni, ugye? Vigyázzatok magatokra, álmodjatok szépeket, készüljetek. Holnap már csütörtök, aztán péntek. Tehát ma alszunk egyet szerdán, alszunk egy csütörtökön, ott hármat kell aludni, gyerekek, hármat kell aludni. Hármat, ennyi vált megmeneteket a jobb élettől, hármat. Mint a kisgyerek a karácsony, tudjátok, már csak hármat kell aludni. Hármat. Vigyázzatok magatokra! Kívánok mindenkinek szép estét, és továbbra is jó egészséget nektek, illetve valamennyi jöttök családjának. Csak előre! Csak előre! Ne nézzetek hátra! Most, jelen helyzetben, tiszta felesleges. Holnap 19:30-kor jövök, mind ahogy látjátok, már nem írom ki, mert már nem kell, megszoktátok, holnap is jönni fogok. Holnap Németországból fogok ismét jelentkezni, de már bízok benne, hogy ilyenkor már hazafele irányba leszek. Helyen még ki sem mentem, de már haza akarok jönni, mi? Köszönöm a figyelmet, szép estét, Isten veletek, sziasztok!